A gyerekek örömmel mesélték el a héten szerzett élményeiket. Utazás volt a legtöbb. Voltunk, mondjuk például tegnap voltunk babaházban, kisdereg lakon, azt hiszem. Voltunk műhelyben, volt külön foglalkozás a lányoknak és a fiúknak, mondjuk sapkát festettünk, amilyenre csak szeretted volna, festékkel, ilyen fújós festékkel is. Mindenhova busszal mentünk, és hát van olyan is, amikor szünetek vannak itt bent, lehet játszani, ott a hátul van egy ilyen babzsákos rész, ott is lehet, hát ritkán, de lehet telefonozni. Hát igazából van reggeli, meg ebéd, meg minden. Most jelenleg kenyeret csinálunk, most kell. Lesz majd lecsó főzés is, ilyen főzőverseny, ez a nap ilyen főzős nap. Kettőkor fogunk... akkor lesz a zsűrizés, bocsánat, és utána lehet majd hazamenni, ez a legrövidebb nap, azt hiszem. Kézilabdát lehetett kipróbálni szerdán, és teniszezni lehetett. És mi az, ami a legjobban tetszett neked a héten? Hát, szerintem nekem a teniszezés. Az volt a legjobb, meg szerintem én nagyon szeretek főzni, úgyhogy ez a kenyér és lecsófőzés lesz a legjobb még. Föglány Máté Lilla is elmondta, hogy neki mi tetszett a legjobban a héten. Nekem a biciklizés, amikor biciklivel mentünk például a sportcsarnokba, meg a Mösre, meg amikor készítettünk sapkát, festettük, meg rajzoltunk. Most sokszor voltunk más helyeken, például Szekszárdon, meg Gereslapon, meg bicikliztünk Tolnán ki Mösre, meg a sportcsarnokba. Például kenyeret sütöttünk, sapkát festettünk, meg csináltunk mindenféle sütit, például Raffaello golyó, meg Zserbó golyó. Aztán majd ebédre készítünk lecsót. Aztán... Tudod, hogy hogy készül a lecsó? Ezt kell hozzá paprika, paradicsom, valamikor tesznek rá tojás, kell hozzá hagyma, nyilván fűszerek, szerintem nagyjából annyi. Nagyon jó a csapat, már összeszokott így a hétvégére, és nagyon sok ismerősen, ilyen 22-21-en vagyunk, de tényleg mindenki jó van egymással. Igen, én minden évben jövök, amióta lehetett jönni, minden évben jövünk. Voltam az alsósban, most meg már a felső tagozatosban, minden évben jövök. A táborokat hagyományokhoz híven minden évben megtartják. Józsa Jácint szervező elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy széles körűen fejleszik a gyerekeket, ezért többféle típusú programmal készülnek minden évben. Fókuszba helyezik a közösségi élményt, ez a tábor egyik alapja. Szellemi képzésüket játékos feladatokon keresztül és kulturális programok által valósítják meg. Idén sok érdekes helyszínt is meglátogattak a városon kívül. Fontosnak tartják a testnevelést is, ezért mindig akad valamilyen mozgásos program a táborban. Ez most a felső tagozatosoknak a tábora, ami éppen jelenleg zajlik. Ez a harmadik táborunk. Ennek a tematikája egy kicsit különbözik, mint az alsó táboroknak a témája. Próbáltunk változatos programot összeállítani a gyerekeknek, hogy legyen benne kézművesség, játék, sport, tanulás, ismeretterjesztés. Ezt már a hétfői napon is próbáltuk gyakorolni, akkor különböző szakmákat ismerhettek meg, a cukrászatot például Fazekasné botanikó segítségével festettek, kicsit kézműveskedjenek is, illetve kedden kipróbálták a sportokat. A két tolnai egyesület segített ebben, a Tolnai Kézilabdaklub, illetve a Vitál Szövetségnek a teniszszakosztálya. Velük a teniszt próbálhatták ki, utána ismét kézműveskedés következett. Szerdán Szekszárdra látogattunk, ott a Petrics Mézes Kalácsos üzembe mentünk el, és ott megnézhették, hogy hogyan készültek régen a gyertyák, illetve a mézeskalácsok. Utána pedig a Tudásközpontba látogattunk el,
Nagy szerencsékre mi voltunk szinte az elsők, akik láthatták a tudásközpontot, megnézhették, hogy hogyan működik egy könyvtár, illetve a gyerekkönyvtárt is már kipróbálhatták, meg látták az átköltözést is. A csütörtöki napon Geresblakra látogattunk el, ez egy tradicionális sváb falu, és ott pedig a német kultúrát, a sváb kultúrát ismerhették meg kiállításokon keresztül, illetve egy tradicionális sváb ételt, gőzgombócot készítettek, amit nagy kedvel fogyasztottak el ebéd gyanánt. A mai nap ez egy kicsit szabadabb foglalkozásban telik, a péntek az mindig egy ilyen kicsit szabadabb program. Most kenyeret kelesztettünk, hamarosan kerül a kenyér a kemencébe, utána pedig főzőverseny lesz, aminek a keretében lecsót fognak készíteni. Nagyon népszerű a tábor, én úgy veszem észre, évről évre vannak, akik visszajárnak. Például a Lilla, aki az előbb beszélt, ő neki ez már a 8. tábora, őt szinte láttuk felnőni. Nagyon örülünk, hogy mindig visszajönnek évről évre. És most jelenleg 22-en vagyunk, ami szerintem egy nagyon jó szám, mert az előző években a felsős tábor nem érte el a 20 főt, de most ezt meg is haladtuk. A pénteki főzős eseményen pedig segítséget is kaptak a gyerekek. A vándorló szépkorúak baráti körének a tagjai fognak segíteni lecsót főzni. Ez már évről évre megszokott, hogy ők segítkeznek a főzőverseny során. A vándorló szépkorúak baráti köre egy nagyon aktív, tevékeny csoport. Mindig kiveszik a részüket a település eseményein. Segítő szándékuk ismert már a környéken. Fókuszba helyezik a gyerekekkel való törődést is, hiszen a jövőt majd a fiatalok alakítják. Többször csatlakoztak már a táborhoz, idén a lecsó főzésben segítettek. Vezetőjük Zsinka János elmondta, nagyon fontos, hogy sok ehhez hasonló élményük legyen a gyerekeknek, mert rengeteget tanulnak belőle, pozitív példákat látnak, és a diákok hasznosan töltik el a szabadidejüket. A mai program itt a kulturális központ szervezésébe minden éve szerveznek a gyerekeknek ilyen magtábort, és évek óta már mindig jövünk ide, felkérik a vándorló szépkorú baráti köréből 3-4 főt, akik eljönnek segíteni a gyerekeknek főzni. Mi csak szaktanácsa látjuk el a gyerekeket, és az idei évben megint meghívtak bennünket, örömmel jöttünk, és most lecsót készítünk. Egyik évben lecsót készítünk, másik évben paprikás krumplit készítünk, de már hallom itt az információkat, lehet, hogy jövőre belevezünk egy halfőzésbe itt a gyerekeket, meginvitáljuk. A gyerekeknek én azt gondolom, hogy azért jó, hogy ismerkednek a konyhával, ismerkednek a gasztronómiával, és tapasztalatot kérnek tőlünk, felnőttektől, hogy a hagymát hogy kell pucolni, a paprikát hogy kell összevágni, a lecsót hogy kell készíteni, és egy jó ilyen vidám társaságban jó itt együtt lenni, és ez a gyerekeknek ez nagyon-nagyon fontos, az ilyen csoportos együttlét, nem csak azt a, hadd nem mondjam, ilyen telefont állandóan még a tabletet nyomni, egymással most tudnak kommunikálni, tudnak kommunikálni a felnőtt emberekkel, tanácsot tudnak tőlük kérni, és én azt gondolom, az ilyen rendezvényre nagyon-nagyon szükség van. A lányok egy sima lecsót, egy kis tojás hozzáadásával, paprika, hagyma, paradicsom és egy kis tojás hozzáadásával. De vannak itt a másik társak, akik itt csinálják a lecsót, azok hallom, hogy tarhonyát tesznek bele, meg egy már dolgokat. Általában mink ilyen hagyományos paraszt lecsót szoktunk csinálni, hogyha a vándorló szépkorúaknak van a lecsó fesztiválja, teszünk bele füstölt kolbát, füstölt szalonnát, most reggel otthon maradt. De majd legközelebb. A gyerekek itt reggel gyújták azért, hogy bedagasztották a kenyát, és kisütötték, és most azt fogjuk a lecsóhoz hozzá enni. Ha épp nem volt szervezett programjuk a gyerekeknek, a művelődési központ épületében csocsó, biliárd, valamint rengeteg könyv is várta őket. A tábor minden évben remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt nekik, valamint azoknak is újat tud mutatni, akik állandó visszatérők.